Sziasztok! Üdvözöllek benneteket itt a YouTube csatornámon. Sok kommentet kaptam, illetve kaptam leveleket is az ügybe, hogy lennek olyanfajta kísérletek, olyanfajta dolgok is itt az asztalomon, melyeket bemutatok nektek, és nem veszélyesek sem az egészségre, sem a környezetre sem. Úgyhogy majd ilyen témát hoztam számotokra, egy meteorológiai állomást fogok építeni, egy olyan állomást, aminek az alkatrészeit te is megvásároltad az interneten, kínai oldalakon, illetve amerikai oldalakon fillérekért meg lehet venni az összes hozzávalót egyetlen egy dobozba. Nagyjából 5-6 ezer forintot kell érte fizetni, ebbe a vám, áfa, postaköltség minden benne van, és egy szuper jó kis meteorológiai állomásod lehet otthon. És ez nem is akármilyen meteorológiai állomás lesz, egyrészt ugye te építed meg, másrészt lesz otthon egy IoT eszközöd, legalább egy darab lesz otthon, amit tudod, hogy az, és te építetted meg. Mi is az az IoT? Sokszor hallod ezt a fogalmat, sokszor nem magyarázzák el, megpróbálom összefoglalni röviden, mi is az az IoT. Itt láthatjátok az IoT betűszót, mely angol szavakból rakták össze, magyarul pocsékul lehet lefordítani, az a fordítás, hogy a dolgok internetje. Ez a dolgok internetje magyarra való tükörfordítás szerintem nem túlságosan jó, sokkal jobbat kitalálhattak volna, de most már ez van. Tulajdonképpen arról van szó, hogy vannak berendezések, és ezek a berendezések képesek egymással kommunikálni az interneten keresztül, általában emberi beavatkozás nélkül. Gyakorlatilag arról van szó, hogy vannak készülékek, ezek a készülékek rendelkeznek memóriával, belső memóriával, képesek adatot fogadni, képesek adatot küldeni, vannak szenzoraik, meg tudnak figyelni dolgokat, és az internet segítségével kommunikálni tudnak egymással, akár adatokat képesek feltölteni a felhőbe, ott egy mesterséges intelligencia tud velük valamit tenni, és onnan visszakaphatunk adatokat. És amikor az egész így együtt működik, gyakorlatilag ez az IoT. Az IoT egyben a negyedik ipari forradalom, ami nem túlságosan rég kezdődött meg. Ugye az első volt a gőzgépnek a feltalálása, a második az volt, amikor megszületett a villamos energia, és a villamos energia felhasználásával elindult az iparosítás, a tömegtermelés. A harmadik a számítógépek megszületésével és az internet bevezetésével kezdődött, amikor is korszerűsítették az ipari automatizálást, ez volt a harmadik ipari forradalom. És most a negyedik ipari forradalom részesei vagyunk, jelenleg ezt a korszakot éljük, amikor is az IoT és a kiberrendszerek megváltoztatják az életünket, megváltoztatják a szellemi és fizikai munkánkat. Úgyhogy ezzel a kis meteorológiai állomással te is építetsz otthon magadnak egy IoT rendszert, ami nagyon hangzatos, jól hangzik és jól is működik. Értelemszerűen ezt nem én találtam ki, hanem kerestem egy olyan projektet az interneten, ami IoT projekt, megnéztem, hogy mindent lehessen vásárolni hozzá, lehetőleg olcsó legyen, legyen valami haszna is, és így született meg a meteorológiai állomás gondolata az én fejemben, és ezt fogom most nektek mindjárt bemutatni. Én személy szerint nagyon szeretem, hogyha van valaminek története, az IoT-nak pedig van ilyen története, több ilyen történet is kapcsolódik hozzá, 2-3 darab, ezekből elmesélnek apró részleteket, szerintem nagyon érdekes, nagyon könnyen meg lehet jegyezni így a dolgokat. Az első ilyen történet az IoT megszületésére vonatkozik. 1980-ban még ismeretlen volt az IoT fogalma, még gyakorlatilag 1990-ben is, tehát 10 évvel később, de 1980-ban Pittsburghben egy egyetem tanulója nagyon szerette a hideg kólát, és a kóla automata sajnos nagyon messze volt tőle. Sokszor oda ment az automatához, és azt tapasztalta, hogy nincsen benne kóla, vagy pedig meleg a kóla, ezt pedig nem szerette. Ekkor beszélt a többiekkel, hogy milyen jó lenne egy olyan kütyű, ami figyelni a kóla automatát. Egyrészt megnézni, hogy van-e benne kóla, másrészt megnézni, hogy elég régóta van benne a kóla, tehát hidege a kóla, oda lehet-e menni, meg lehet-e vásárolni. Erre összejött egy kis csapat, ami készített készüléket, figyelte a kóla automatát, és távolról meg tudta mondani a felhasználók számára, hogy lehet-e kóláért menni, hideg kóláért. Ebben a kólás történetben már volt némi okosság, viszont 1999-ben egy nagyvállalat kigondolta, egy nagyvállalatnak a menedzsere kigondolta, hogy milyen jó lenne RFID technológiával követni az áruknak a mozgását, a vállalaton belül, vagy pedig azon kívül. Készített a témában egy prezentációt, viszont úgy gondolta, hogy hát ez így nem biztos, hogy átmegy a menedzsmenten, nem biztos, hogy megveszik, nem biztos, hogy lesz RFID technológia a témában. És bármilyen fura, 1999-ben még nagyon nagy durranás volt az internet szó, ezért fogta magát, beírta a prezentációjába, hogy internet alapon lehet követni internetnek a segítségével az árunak a mozgását, és ez olyan nagy sikert aratott, hogy pillanatokon belül több száz nagyvállalat bevezette ezt a technológiát. És 2010-től világszerte használják ezt az IoT dolgot, ezt az IoT technológiát, illetve az ezzel kapcsolatos megoldásokat. És van egy másik példa, ami megpróbálja elmagyarázni, hogy mi is tulajdonképpen az IoT, talán ezzel lehet a legjobban megérteni.
A dolog 2014-ben történt, amikor is a Google 3,2 milliárd dollárt fizetett ki egy apró kütyűért, és az apró kütyű egy szobai termosztát volt, amit fel lehet szerelni a falra. Ebben az volt a nagy durranás, hogy a szobai termosztátban benne volt az öntanulás, a gépi öntanulás folyamata, megfigyel dolgokat, például megnézte, hogy mikor érkezel haza, hány fokot szeretsz beállítani, melyik helyiségbe szeretsz tartózkodni, és ennek megfelelően állította a fűtést. Ez olyan nagy durranás volt, hogy a Google ilyen sok pénzt áldozott érte. Amikor ezt az IoT rövidítést olvasod valahol, vagy hallasz róla, akkor általában nagyon gyorsan előfordul a következő rövidítés, ez az M2M, ez gyakorlatilag a machine to machine-nak a rövidítése, tehát amikor gépek beszélgetnek egymással, ennek a rövidítése. Ez a meteorológiai állomás, amit itt láthatok az asztalomon, teljesíti az összes olyan követelményt, amit az IoT rendszerre kapcsolatban elmondtam, illetve olvashatsz máshol is. Tehát arról lesz szó, hogy gépek fognak beszélgetni egymással, kommunikálnak egymással, és ennek hatására könnyebb lesz az életed, ugyanis ez a kis meteorológiai állomás meg fogja mondani, hogy holnap után, illetve azután hány fok lesz, mire számíthatsz, és van egy OLED kijelzője, ahol ezt mind kijelzi. Az egész dolog tulajdonképpen úgy működik, hogy lesz egy ilyen kis kütyüd, ami wifi képes, az otthoni wifi hálózatra fel tud menni, és azon keresztül tud kommunikálni más egységekkel. És mik lesznek ezek az egységek? Egyrészt az Open Weather Maps lesz annak az adatbázisa, ingyenes oda a regisztráció, és ott, hogyha regisztrálod magad, akkor kapsz egy kódot, és a kód segítségével ez a kütyű képes lekérdezni az adatokat, illetve pontosabban meg tudja kapni az adatokat, és a következő 3 napra meteorológiai adatokat fog kapni, és ezt kijelzi a kijelzőn, gyakorlatilag folyamatosan láthatod, hogy mire számítasz az elkövetkező napokban. Lehetőség van egy másodalgos regisztrációra is, a ThingSpeak-en keresztül, gyakorlatilag itt arról lesz szó, hogy ezek a mért adatok, amiket elmeséltem, a hőmérséklet, a páratartalom, a fényerősség, a légnyomás, felkerüljön egy felhőbe, és gyakorlatilag a felhőn keresztül el tudod érni, pontosabban úgy tud elérni, hogy előveszed a telefonodat, beütsz egy webcímet, és onnantól kezdve látod, hogy otthon hány fok van, milyen a légnyomás, a páratartalom, stb. Tehát legalább 4 szereplős a dolog, egyrészt ott van az Open Weather Maps, ott van a ThingSpeak, itt van a kis kütyüd, illetve ott lesz az okos telefonod, majd bekapcsolódik a buliba, és eléri azokat az adatokat, amit ez a kis készülék mutat. És higgyétek el nekem, ez annyira egyszerű, olyan könnyen össze lehet szerelni, hogy csak nagyon-nagyon alapvető elektronikai ismeretekre lesz szükség, gyakorlatilag nem kell tudni programozni, ennek ellenére ez egy programozott állomás lesz, és te fogod felprogramozni, csak alától mindent, gyakorlatilag az elektronikai csomag, amit meg tudsz vásárolni, annyira jól van dokumentálva, hogy gyakorlatilag végig kell kattintgatni képek alapján, hogy mit kell csinálni, pontosabban a lépéseket végig kell kattintgatni, és ennek hatására ez a meteorológiai állomás működni fog. Nézzünk rá először, hogy hogy néz ki kész állapotában ez a kis állomás. Szóval az egységcsomagban, amit olyan 5-6 ezer forintért meg lehet vásárolni, ezeket találjátok, ezt lehet belőle összeépíteni. Itt van egy OLED kijelző, az OLED kijelzőn folyamatosan megy, hogy felhős idő van, hány fok van kint, mi a következő napokra az előrejelzés, illetve láthatjuk rajta a dátumot és az órát, ez mindjárt következik. Szóval itt van a dátum és az óra. Szóval ezt látod itt a kijelzőn, és itt van az egésznek a lelke, egy ESP8266-os kis egység, ebbe van itt a Wi-Fi modul, illetve pontosabban a Wi-Fi antenna, és csatlakozik hozzá 3 darab érzékelő, a fényérzékelő, egy második érzékelő, ami tud mérni páratartalmat és hőmérsékletet is, és egy negyedik érzékelő, ami pedig tudja mérni a légnyomást. És itt mondtam, nem én találtam ki ezt az egészet, én is ezt a dokumentációt használtam, amit az Idea Spark adott közre. Ennek a linkjét megtalálhatjátok, ennek a dokumentációt itt a videóm alatt. Gyakorlatilag egy GitHub-os link, a GitHub-on 3 darab dokumentumot találsz meg. Egyrészt egy Word file-t, ami leírja, hogy hogyan kell ezt az egészet megvalósítani, illetve találsz rajta egy readme-t, ami megmutatja, hogy mi is ez tulajdonképpen, illetve egy 3. file-t, ami tartalmazza azt a szoftvert, amire itt szükség lesz, amit rá kell tölteni. Ez a megoldás annyira érdekes, hogy rajzoltam emiatt pár dolgot a táblámra, megmutatom nektek, szerintem mindenkinek nagyon hasznos lesz. Fontos megérteni az egész, hogyan épül föl. Itt van az ESP8266, amit mutattam nektek, rengeteg kivezetése van, ezek közül igazából csak párat fogunk használni, minden kivezetés fel van számozva, a D5-ös kivezetést fogjuk használni, a D3-asat, a D4-eset, a Wi-Fi antennát ugye nem kell használnunk, az mármint nem kell rá csatlakozni közvetlenül, az csak úgy ott van, és ez fog felcsatlakozni az otthoni Wi-Fi hálózatodra, illetve van egy USB csatlakozási lehetősége, és magából képes kiadni 3 voltos feszültséget, illetve hozzá szükséges földreferenciát. És itt vannak az érzékelők, a fényérzékelő, a nyomásérzékelő, a hőpáraérzékelő, és itt van az OLED, amin keresztül megjelennek az információk.
és az egész egy buszra van felfűzve, egy úgynevezett i4Z-C buszra. Az i4Z-C buszra azt kell tudni, egy 8 bites busz, annak idején a Philips találta föl, az a mai NXP, és a busznak a hossza maximum elméletileg 7,6 méter lehet, de gyakorlatilag nem érdemes 2-3 méternél hosszabbra csinálni ezt a vonalat, mert nem fog működni, és a busznak a sebessége az 10 kilobit a legkisebb sebesség, amit tud támogatni, és a legnagyobb sebesség pedig 3,4 megabit. És az egész kütyű így, ahogy áll mindenestől együtt, 200 milliwattot fogyaszt, ami azt jelenti, hogy egy év alatt kb. 70 forintnyi villamos energiát fog elfogyasztani. Az érzékelők típusait itt látjátok, mindegyikbe beleírtam a kijelzőnek a típusát is, beleírtam ide kékkel. Az i4Z-C busz az kettő darab vezetékből áll, az egyik vezetéknek az a neve, hogy SCL, a másiknak az a neve, hogy SDA. És mindegyik egységnek, ennek is van egy SDA, illetve egy SCL kivezetése, kivéve ennek, ezt mindjárt elmagyarázom, és fel kell fűzni ugyanarra a vezetékre ezeket, és ez az egység képes címezni ezeket, tehát meg tudja címezni, és amikor beszélgetni akar ezzel, akkor megcímzi ezt, beszélget azzal, amikor ezzel akar beszélgetni ez a kis processzor, akkor ezt címzi meg, amikor pedig az OLED kijelzőre ki akar írni valamit, akkor pedig ezt címzi meg. Tehát mindegyiknek van egy címe, úgy, mint egy utca házszám, gyakorlatilag itt a buszon keresztül kimi az utca házszám, és kimi az információ, ami ebbe az irányba halad, vagy pedig ebbe az irányba halad. Tehát ez így rendkívül egyszerű, nem kell túlságosan sok vezeték hozzá, egy hosszú vezeték kell, aminek leágazásai vannak, és felfűzzük rá az egységeket, és az SCL az a clock, az órajel, az SDA pedig az adatvezetéken megy a kommunikáció, illetve ott cserél információt a két egység egymással. Ez a DHT11-es hő- és páratartalom mérő szenzor, egy vezetéket használ a kommunikációra, ez nem i4Z-C, egy másfajta megoldás, egyetlen egy vezeték segítségével képes elküldeni az adatokat, gyakorlatilag meg tudja kérdezni az egység, hogy mi a mért adat, ez pedig vissza tudja válaszolni, hogy mi az eredmény. Szóval ennyi az egész, és ez lesz az eredmény, mint ahogy itt láthatjátok, mutatja az előrejelzést, itt láthatjátok, hogy a következő napokban milyen felhős idő lesz, hány fok lesz a napsütés, illetve mindjárt fogja mutatni az időt, és mindjárt fogja mutatni elvileg a következő részen a mostani aktuális időjárást, mégpedig, hogy felhős idő van, és kint 4,2 fok van. Tehát itt a kijelzőn nem közvetlenül az jelenik meg, amit ez az egység mér, azt a tableteden, vagy a telefonodon, vagy pedig egy számítógép segítségével tudod nyomon követni, meg is mutatom ennek az eredményét. Mint mondtam, kétfajta regisztrációra lesz szükség. Egyrészt egy Open Weather mapos regisztrációra, amikor is ez a kütyű egy kód birtokába le tudja kérdezni az aktuális időjárást, illetve a következő 3 napi időjárást, és meg tudja jeleníteni a kijelzőn. Ugye itt az aktuális időjárás most 4,2 fokot jelez, mert hogy ennyi a hőmérséklet. És a másik regisztráció az a ThingSpeak-es regisztráció, és itt a ThingSpeak-en keresztül meg tudjuk nézni a mért hőmérsékletet. Itt láthatjátok, itt nem is a mért hőmérséklet, azt talán egyel feljebb van. Itt van a mért hőmérséklet, most 17 fokot mér a kütyű, 17 fok van itt. Itt látjátok a páratartalom adatokat, gyakorlatilag 34%-os a páratartalom, elég száraz a levegő. Itt láthatjátok a fényerősséget, a fényintenzitást, gyakorlatilag az utolsó talán hasznosabb, mint a fényintenzitás. Itt pedig látjátok a légnyomást, illetve azt, hogy a légnyomás értéke hogyan változik. Ezt például horgászok nagyon szeretik figyelni. Ha emelkedik a légnyomás, vagy csökken a légnyomás, akkor mondjuk a halak máshogy kapnak, másmilyen a kapásindex, szóval ezt mindenféleképpen érdemes figyelni, illetve ez frontokat is jelezhet. Már régóta szeretnék készíteni OLED kijelzőt házilag, mert ez lehetséges. Sajnos van két alapanyag, amit nem tudok beszerezni. Mindent megpróbáltam, egyelőre nem megy. Ugye az OLED az gyakorlatilag arról szól, hogy szerves kijelzőről van szó, szerves anyagot használnak fel a kijelzés során, és az a másik tulajdonság, hogy itt a képpontok, az elemi képpontok önmagába világítanak, fényt bocsájtanak ki, míg az LCD kijelzőnél nem így van. Az LCD kijelzőnél oldalról megvilágítják a dolgokat, mármint a kijelzőt, és ennek hatására lesz kép a kijelzőn. Tehát az LCD kijelzőnél kiég az oldalvilágítás, akkor onnantól kezdve nem igazán lesz kép. Sajnos az OLED kijelzőknél a kék szín az nagyon érzékeny, az élettartama egészen alacsony, mármint abból a szempontból, hogy összehasonlítva az LCD kijelzőkkel, egy OLED kijelzőnek az élettartama, hogy hozzáadatosan fele harmada, mint egy hagyományos LCD-nek az élettartama, különösen a kék szín szokott tönkremenni benne. És ez azért van, mert ezek a szerves vegyületek érzékenyek a hőre, emiatt ugye előbb tönkre tudnak menni, ráadásul ez korlátozza már, mint a hőérzékenység, az, hogy milyen fényerőre képes az egész. Általában az OLED kijelzők kisebb fényerőre képesek, mint az LCD kijelzők.
Még van egy másik hátrányos tulajdonsága a sok előnyös mellett, hogy az OLED az képes beégni, hogyha nagyon sokáig ugyanaz van kinn a kijelzőn, akkor gyakorlatilag megörökíti magát, ki van kapcsolva a kijelző, pontosan nem ki van kapcsolva a kijelző, szóval folyamatosan látni lehet majd azt, ami korábban kim volt rajta. És igazából mondanék még egy hátrányt az OLED kijelző kapcsán, bár én nagyon szeretem az OLED kijelzőket, de van még igazából még egy hátránya, mégpedig, hogy UV érzékeny, és ha valaki kiszerel egy lézerdiódát, egy 20 milliwattos lézerdiódát mondjuk a Blu-ray lejátszójából, akkor ezzel a lézerdiódával tönkre lehet tenni pillanat alatt a kijelzőt. Persze, tudom, ki a franc csinálna ilyet, de az UV-re igazából az érzékeny, és ezért tesznek elé egy olyan szűrőt, ami az UV-t megpróbálja kiszűrni, nem tudja teljesen, de azért megpróbálja kiszűrni, hogyha valaki napsugárzásnak teszi ki az OLED kijelzőt, akkor ne menjen nagyon gyorsan tönkre. És most következzen néhány jó tanács, hogyha szeretnéd ezt megépíteni, és szeretnéd ilyen okos kis IoT kütyüt otthonra, akkor gyakorlatilag én azt mondom, hogy érdemes megvásárolni mindent együtt, tehát egy olyan egységcsomagot érdemes megvásárolni 5-6 ezer forintért, amiben gyakorlatilag azt mondtam, hogy benne van a postaköltség is, nekem egyébként 5100 forintba került ez az egész, szóval minden benne van szerintem, gyakorlatilag bedobják a postaládatba ennyi pénzért, és pillanat alatt össze tud állítani, benne vannak a vezetékek, a próbapanelek, és az összes érzékelő is benne van, szóval pillanatok alatt meg lehet csinálni, ez a pillanatok alatt körülbelül azt jelenti, hogy körülbelül fél nap. Az egésznek a dokumentációs linkje itt van a videóm alatt, megmutatok pár dolgot, azért van pár buktató benne, nagyon jól ledokumentálták, de azért van pár buktató benne, megmutatom, hogy mik ezek. Az első buktató talán a próbapanelnél van, érdemes rá figyelni, sokan tudják, de aki nem tudja, annak elmesélem. Szóval itt ugyan megcsinál, hogy van itt egy lyuksor, 5 darab lyuk egymás alatt, itt a következő 5 lyuk, és ez úgy van összekötve, hogy itt az 5 lyuk össze van kötve elektromosan egymással, a következő 5-ös rész el van szigetelve, ez megint el van szigetelve, tehát így vannak vezető sorok, 5-ös vezető sorok, és itt is el van szigetelve. Tehát itt is van egy 5-ös lyuksor, ebbe van bedugva ez a panel, viszont ez a rész el van szigetelve ettől. Tehát ha valaki össze szeretné kötni ezt a részt ezzel a résszel, akkor ide be kell kötni egy kábelt a kettő közér, mert itt elektromosan ez az egész el van szigetelve, és gyakorlatilag nem fog működni. És itt megmutatom, én úgy dugtam be ezeket, hogy ezt így ki lehet húzni ezeket a vezetékeket, így, és ugye csak be kell dugni, és innentől kezdve nem kell semmi egyéb dolgot tenned, gyakorlatilag megvan az elektromos kontaktus, és így kell kialakítani azt a buszt, amit felrajzoltam a táblámra, és be kell kötni a tápfeszültségeket. Tényleg nem nagy ördöngősség, elég egyszerű összerakni, még arra is érdemes ügyelni, hogy itt ez fel van számozva, tehát ez az ESP8266-os fel van számozva, és itttól például oda van írva, hogy D3, D4, azt mutattam a rajzon is, hogy hova kell bekötni, illetve pontosan felrajzoltam, azokat a megfelelő helyre kell bekötni, tehát ezeket a kábeleket, ezeket a bedugós kábeleket mindig oda kell dugni, hogyha oda volt írva a rajzon, hogy a D5-re kell dugni, akkor bedugod így a D5-re, és ott a D5-tel van kapcsolatban, ugyanígy ez igaz a D3, D4-re, és ezen kívül csak az 5 voltot és a földet kell bekötni, bocsánat, nem az 5 voltot, a 3 voltot és a földet, a G a föld, vagy a GND, egész pontosan a 3 volt, pedig a 3 volt. Itt is ki tudja magából adni a 3 voltot, illetve a GND-t. És itt is, tehát érdemes mind a két oldalról felhasználni, hogy kisebb lesz a pók, úgy is működni fog, de sokkal több kábelt adnak igazából hozzá, mint amelyre szükség van. Ennek a dokumentációja 33 oldalas, ezt most nem fogjuk végignézni, nagyon jól képekkel dokumentálva van, gyakorlatilag a képek alapján szerintem mindenki végig tud menni rajta, megmutatom igazából azokat a pontokat, amire érdemes figyelni. Én a Banggood oldaláról vásároltam meg ezt a kis kittet, itt láthatjátok az alkatrészeket, minden benne van a dobozba, egy ilyen kis dobozt kapsz hozzá, leírást is, és most csak 4421 forint, tényleg nem a reklámnak miatt mondom az árát, és 572 forint a szállítási költség, egy hét alatt általában kiszállítják, benne van a vám, áfa, minden, szóval ennyi pénz szerintem egészen biztosan megér. Egy dologra érdemes ügyelni, mégpedig arra, hogy itt ezt a leírást szerintem ne kövessétek, ez nem túl jó leírás, igazából nem is egészen arról szól, amit itt láttok, hanem kövessétek szerintem azt a leírást, amit beraktam a videó alá, azt a GitHub-os linket. És ha a böngészőbe beírod ezt a GitHub-os linket, akkor a böngészőt 3 darab fájlt fog neked megmutatni, mindegyiket le lehet tölteni. Ez az a leírás, ami 33 oldal, rengeteg kép van benne, lépésről lépésre, tényleg nagyon szájbarágos módon elmagyarázza, hogy miként lehet felprogramozni az ESP8266-ot. Amikor végig kattintgatod azt a 33 oldalt, utána az lesz az eredménye, hogy az Arduino Sketch-nek az editor fölöttén, a szerkesztőnek a fölöttén meg fog ez jelenni, így fog kinézni ez az egész, és ez fogja betölteni gyakorlatilag a programot az ESP8266-ba.
picit kell rajta változtatni a kódon, ide be kell írni a Wi-Fi-nek az SSID-ját, pontosabban a Wi-Fi-nek ugye a nevét, ide be kell írni a saját Wi-Fi-nek a jelszavát, ide be kell írni azt a kódot, amit a ThingSpeak adott számodra, amit az előbb mutattam neked, aztán itt kicsit lejjebb be kell állítani az időzónát, Magyarországon, hogyha téli időszámítás szerint akarod beállítani az órát, akkor ide nullát kell írni, és itt kicsit lejjebb még van egy másik kód, ez pedig az Open Weather Maps adja számodra, ennek a kódnak a segítségével fogod gyakorlatilag megkapni az előrejelzést, és itt meg kell adnod azt a várost, ahová szeretnéd megkapni az előrejelzést, például, hogyha Győrbe laksz, akkor beírod, hogy Győr, és ide beírod, hogy HU, és így ezt az egészet lefordítod, ezzel tud ellenőrizni, ezzel pedig bele tudod tölteni az egészet a kis készülékbe, tehát ezzel a gomb segítségével, szóval, hogyha beletöltötted, akkor onnantól kezdve Győr városára fogja megadni a háromnapos előrejelzést ez a kis kütyű. A videóm elején mondtam, hogy olyan visszajelzést is kaptam tőletek, hogy jó lenne biztonságos kísérleteket is megcsinálni, olyan fajta dolgokat, amelyek nem veszélyesek az egészségünkre vagy a környezetünkre. Itt viszont másfajta biztonság merül fel, mégpedig az adatbiztonság. Ez egy külön téma, én most ezzel nem fogok foglalkozni, mindenki értékelje ki magába, hogy mennyire veszélyes az, hogyha valaki feltölti az internetre, hogy otthon hány fok van, milyen a páratartalom, a légnyomás, vagy pedig a fénynek az intenzitása. És szerintem te tudod a legtöbbet tenni az adatbiztonságod érdekébe, amikor az Open Weather Maps-ra regisztrálsz, vagy pedig a ThingSpeak-re, akkor olyan jelszót válaszol, ami erős, tartalmaz kisbetűt, nagybetűt, számot és különleges karaktert, és lehetőség szerint jó hosszú, és innentől kezdve gyakorlatilag csak te fogsz hozzáférni az adatokhoz, persze nem törik fel az adatbázisát ezeknek az oldalaknak. Gyakorlatilag ezzel a videóval készültem számotokra, szerintem nagyon érdekes, én azt javaslom, építs meg otthon, tényleg minimális pénzből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, és ha nem is tudsz programozni, akkor is szerintem meg tudod építeni, hiszen képek alapján végig kell kattintgatni a folyamatot, és a végén gyakorlatilag beleköltözik a program a kis ESP8266-ba, és működni fog a kijelző. Hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkoljátok, hogyha szeretnétek hasonlót kérni adott témát, akkor írjátok le a kommentmezőbe, gyertek máskor is, én mindig szeretettel várlak. Sziasztok!